valaki kiáltott, és nem tudtam, hogy én kiáltok-e, vagy azok, akik lentről látták a zuhanásomat. Én nem ismerek haragvó Istent. Miért lenne büntető? Nem hiszek benne. Tehát a büntetést azt saját magunknak okozzuk, hogyha okozunk. Egy mondat zakatolt, hogy ezt meg kell tennem. Tehát itt semmi másra nem tudtam gondolni, csak azt, hogy nincsen más. Úgy éreztem, hogy nincsen más döntésem. Elkeseredett voltam, csalódott, leginkább önmagamban voltam csalódott, és ez volt az az érzés, ami felvitt engem a tetőre. Ahogy Júdásnak meg kellett élnie azt, hogy elárulja Jézust, úgy nekem is meg kellett élnem azt, hogy elárulom a barátaimat, és az utána következő bűnbánatot is meg kellett élnem. Nem ahhoz kellett bátorság, hogy levessem a tetőről magamat, hanem ahhoz kellett bátorság, és ahhoz voltam igenis gyáva, hogy szembenézzek az élettel. De amikor már így a tudatomnál voltam, és szembesültem azzal, hogy életben maradtam, akkor egy várakozás volt bennem, hogy jó, de akkor hogyan tovább. Az egyetlen tanulási lehetőség a Marcibányi téren, a Mozgássérültek Állami Intézetében különböző képzések vannak. Így kerültem fel a Marcibányi térre tanulás céljából, és kerültem egy olyan kis közösségbe, akik római katolikusok, keresztények minden vasárnap mentek templomba, és elhívtak Nagymarosra egy ifjúsági találkozóra, lelki gyakorlatra, ahol Kerényi Lajos atyának a prédikációja volt az, ami nagyon-nagyon megérintett engem. Minden szava olyan volt, mintha hozzám beszélt volna, és az újrakezdésről beszélt, és a hitről beszélt, és a Szentlélekről, ami akkor így felnéztem a templom toronyra, és azt éreztem, hogy itt most valami történik velem. Rájöttem, hogy Isten nem azt várja tőlem, vagy nem azt akarja nekem adni, hogy azt mondani nekem, hogy kelj fel és járj, hanem azt akarja nekem mondani, hogy akkor ébredjél fel, Gyöngyi, és éljél. Én nem érzem azt, hogy cipelem ezt a keresztet. Tehát már bután hangzik, de ez a kereszt cipel engem. Ez így a jó Istennek adatik meg, hogy döntsön, hogy mikor legyen az életünknek vége, a földi életünknek. De hiszek benne, hogy az csak egy átmenet, ezért nem félek tőle. Elveszítettem a férjemet 2011-ben, és úgy éreztem, hogy na jó, hát itt nekem most megállt a világ, és így én nem is folytatom a versenyzést, és akkor jött a párbeszéd, hogy de igen, tehát akkor volt az, hogy erőt merítettem belőle, hogy de akkor is előre nézek, és a londoni ezüstérmemet azt az elhunyt férjem emlékére ajánlottam fel. Őnek itt nem lehetett már gyermeke, a páromnak a kerekesszékes volt, és később rá két évre ismertem meg a mostani páromat, és azóta már ugye egy 5 éves kisfiúnak a boldog szülei vagyunk. Amikor emberek megállítanak az utcán esetleg, és azt mondják, hogy de olyan jó rám nézni, mert annak ellenére, hogy kerekesszékben ülök, annak ellenére valami van rajtam. És akkor én ezen csak mosolyogok, mert tudom, hogy az nem én vagyok, tehát amit ők látnak, és ez olyan jó, hogy lehetek egy ilyen kis forrás.